Idén is pályáztak a Bocskai iskola 7. osztályainak osztályfőnökei a Határtalanul programra, mégpedig egy horvátországi 4 napos tanulmányi kirándulásra, amelyre június 6-a és 9-e között került sor. A pályázat egyik készítője és megvalósítója Józsitót Magdolna volt. 5-en szerveztük az egészet. A 3 hetedikes osztályfőnök, Gyürgyényi Tanner Márti, Háráné Kéki Marcsé, Szabó Éva és Józsitó Sándorné Piroska pedig mint angol szakos kapcsolódott a pályázathoz. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma írta ki ezt a Határtalanul című pályázatot, és a lényege az volt, hogy a külhoni magyarságot minél jobban megismerik a gyerekek, és ott a magyar gyerekekkel együtt kapcsolatot tudjanak fölvenni, és kapcsolatot tudjanak tartani majd a későbbiek folyamán. A projekt fő gerince történelmi jellegű volt, ugye a Zrínyi családra, a Zrínyi Miklósokra, a Zrínyi Péterre és Zrínyi Ilonára tette a hangsúlyt, illetve azért volt egy földrajzi része is, mivel én földrajzszakos vagyok, úgyhogy egy napot teljesen ezzel töltöttünk, hogy a Krik-szigetre, illetve a Plitvicei tavakhoz ellátogattunk, és az ottani természetföldrajzi jellegzetességeket megnéztük, megvizsgáltuk, és a gyerekek rengeteget tanulhattak minden szempontból, történelmi és földrajzi szempontból is. A tanulmányi kiránduláson 45 diák vett részt, köztük Holba Kata is, aki elmesélte, hogy előtte komoly kutatómunkát végeztek a tanév során. A kirándulás előtt számos felkészítő programon vettünk részt, például ellátogattunk a Városi Könyvtárba és a helytörténeti gyűjteményben, ahol Buczko József bácsi tartott nekünk előadást a kint élő magyarokról és Horvátországról. A könyvtárban pedig kutatómunkán vehettünk részt, ahol nekünk kellett kikeresni Zrínyi Miklós különböző könyveit. Ezen kívül még sokfajta kutatómunkában vettünk részt, például internetes keresgetések. A 4 nap alatt sok történelmi helyszínt kerestek fel a zrínyiekkel kapcsolatban. Június 6-án még mielőtt átléptük volna a horvát-magyar határt, Szigetvárra látogattunk el, ahol ugyebár megnéztük a szigetvári várat. Egy-egy ilyen kirándulás természetesen nincs hiány humoros, kedves történeteknek sem. Szigetváron miután megtekintettük a várat, ott a múzeumot és a körülnéztünk ott, azután sajnos az időjárás, amikor szabadprogramunk volt, elelett az eső, és nagyon esett, és emiatt nekünk is átélhettük ugyanazt az hasonló élményt, mint a törököknél volt, hogy ugye a Zrínyiék kirohantak a várból, és hát mi is kirohantunk, csak mi éppen nem azért, hogy megtámadjuk a törököket, hanem hogy minél kevésbé jázzunk el, még odaérünk a buszhoz. A 4 nap alatt számtalan szép helyen jártak, és eljutottak a tengerpartra is. Miután átértünk a horvát határon, az első napi szállásunk Eszéken volt. Itt egy városnézésen vettünk még este részt, és ezután másnap indultunk Ozaliba, amit az idő rövidsége miatt csak érintőlegesen tudtunk megnézni. Ezután pedig Fiume felé vettük az irányt. Itt egy vöröskeresztes szálláson aludtunk, és itt meleg vacsorával váltak minket, és másnap indulás előtt reggelit is kaptunk. Ezután a Krik-szigetekre látogattunk el. Itt különböző természeti csodákat nézhettünk meg. Itt volt lehetőségünk strandolni, fagyizni, képeket készíteni, ilyesmi. Ugye már az utazás is egy hatalmas élmény volt, ugyanis gyönyörű tájakon buszoztunk. Ezután pedig a Plitvicei tavak felé vettük az irányt. A tavak megtekintése után pedig egy 4 órás buszút várt ránk, ugyanis az utolsó napi szállásunk Csáktornyán volt, ezután pedig már hazafelé vettük az irányt, és jöttünk vissza Hajdunánásra. A kirándulás egyik fő eleme volt a természet földrajzi ismeretek bővítése, hiszen gyönyörű, néhol már mediterrán tájakon is jártak, de talán a legmaradandóbb élmény a világörökség része a Plitvicei tóvidék volt.
Nagyon szépek voltak a vízesések, nagyon különleges volt, hogy hajókáztunk is, és így nagyon különleges volt a szárazföldről és a vízből is megtekinteni, hogy hogy ilyen is néz ki kívülről. Úgy gondolom, hogy minden maradandó élmény ott úgy, ami ott történt, nagyon élveztem, különleges volt, és örülök, hogy eljuthattam oda én is. A 4 nap szép élményei még hosszú évtizedek múltán is visszaidézhetők lesznek egy képes kiadvány formájában. Minden pályázatnál szeretek készíteni egy a gyerekek munkáiból, a gyerekek részvételéről egy ilyen könyvet, ami természetesen az iskola tulajdona lesz, hiszen a pályázat részeként kezeljük, és nagyon szeretik a gyerekek is lapozgatni, újra felelevenítik az érdekességeket, illetve az élményeiket minden pályázattal kapcsolatosan.